Márai Sándor, sértődött vers. Én nem akartam, Istenem, és nem kértem, hogy segíts nekem. Gyanútlan érkeztem, meleg szavakkal is kerestelek. Nevetgéltem a nap alatt, tagadva sem tagadtalak. Szándék nélkül és kedvesen szólítottalak, kedvesem. Szájamban jó íz volt neved, fűnek, fának dicsértelek. Nem akartam semmi mást. Jó szót, kenyeret, egy falást, s a kenyérsabor isteni ízében téged sejteni. Hogy ragyogott két szemem? Mi történt velük, Istenem? Behunyom, mikor tehetem, két kezemmel is befedem. Nem jó látni, se hallani. Elromlott nálam valami. Leköpve állok sárosan, megsértettek halálosan. Fejembe tövis koszorú, arcom gőgös és szomorú. Nézd a szemembe, Istenem! Miért csináltad ezt velem? Asszonyt is küldtél vigaszul. Ő is megsértett pimaszul. Nem mondom, választott edény. Szívem hideg, szájam kemény. S mint ki tönkre ment hirtelen, elkezdem egész mesztelen, elkezdem egész kicsiben, csontból, rongyból és irigyen, leszek magányos, mint a sas, s mint hiéna, büdös, avas, mint az éj oly hallgatag, ha ember meglát, elszalad, vérszomjas, mint a keselyű, s mint a bűn, olyan keserű. A hét főből lesz iparom. Megsértett valami barom. Mikor? Hol? Nem emlékszem. Szöggel verték át két kezem. Spongyát csókoltam szív helyett, s ittam epét, és ecetet. Megsértve lógok itt dagadt szemmel a véres nap alatt. Nem mondom, aranyház. Titok, halálra sértve ordítok. Miért? 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 Nem állok jót senkiért. S ki volt? Miért? Mikor? Minek? Nem adtál választ senkinek. Felej most, Isten! Már elég a kínból, s reped az ég. S a repett ég, s a megnyílt föld felett nézzünk egyszer farkas szemet. Nem emlékszel? Hisz én vagyok arcod mására alkotott, lelkedből lelkedzett csodás, kétlábú lelkes alkotás. Ki nem is akart egyebet, jó szót, s egy falat kenyeret. Jobbat nem akart senki sem. Ugye emlékszel, Istenem?